Már csak néhány nap van hátra, és a tehetséges fiatalok ismét pályázhatnak a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra, azaz támogatásra. A Nemzeti Tehetségközpont által másodszor meghirdetett program az egyik legnagyobb összegű állami támogatás, amelyet külföldi egyetemen tanuló magyar diákok elnyerhetnek. Ugye kiemelkedően tehetséges fiataloknak kiemelkedően nagy és sok támogatást kell biztosítanunk ahhoz, hogy kibontakoztathassák a tehetségüket. A Stipendium Peregrinum program azoknak a fiataloknak szól, akik a világ legrangosabb egyetemein szeretnének tovább tanulni. Azoknak, akik elmúltak már 17 évesek, de még nem töltötték be a 24. életévüket, és nagyon fontos, hogy nem csak Magyarország határain belül, hanem határon túli magyar fiatalok jelentkezését is várjuk. A pályázóknál sok pluszpontot jelentett a tanulmányi versenyeken elért eredmény, de az értékelésnél figyelembe veszik, hogy a covidos időszak alatt kevesebb lehetőség volt erre. A Stipendium Peregrinum program a Földkerekség 66 legjobbnak ítélt egyetemét hozza elérhető közelségbe a magyar fiataloknak, és ennek megfelelő a támogatás összege is. Ami az Európai Uniós országokat illeti, ott 14 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, az európai, de nem Európai Uniós tagállamországokban 23 millió forint az, amit egy fiatal maximálisan igényel. Hát a legmagasabb az az Egyesült Államokban, 27 millió forint, hiszen ott azért az utazási költség és egyéb költségek nagyon magasak tudnak lenni, illetve az ázsiai és óceániai országokban körülbelül olyan 17 millió forint az, amit lehet igényelni, tehát itt mindig ahhoz igyekszünk igazítani az összeget, amit éppen az adott környezet elvár. Ez természetesen vissza nem térítendő, itt egy szerződéskötés történik gyakorlatilag az ösztöndíjas és a Nemzeti Tehetségprogram között, de ezt nem kérjük vissza semmilyen formában, ezt a pénzt, és szabadon arra költhetik, amire úgymond szeretnék. A támogatásban reménykedő gimnazistáknak már 17 éves koruk előtt is érdemes felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Tehetségközponttal, mert az ott dolgozó szakértők egy adott ország, egyetem vagy oktatás, illetve kutatási program megismerésében is tudnak segíteni, és azt is jelzik, ha egy fiatalnak nem ez a program a legjobb. A mentoraink, akiknek és a tehetségsegítő szakembereinknek gyakorlatilag az a feladata, hogy meglássák a tehetséget azokban, akik mondjuk lehet, hogy magukban nem vennék észre, vagy hogyha valaki elindul egy olyan irányba, amiről ők azt látják, hogy valószínűleg nem lesz annyira sikeres, mint szeretne, akkor egy másik irányba orientálják, tehát az egész tehetséggondozási programunknak gyakorlatilag ez a célja, hogyha valakinél azt éreznénk, hogy mondjuk nem alkalmas erre az ösztöndíjra, akkor sem hajtanánk csak úgy el, hanem azt mondanánk neki, hogy megmutatnánk neki a többi lehetőséget, mert egyébként rengeteg más ösztöndíjunk van, ahol lehet, hogy sokkal sikeresebben tud érvényesülni, mint a stipendiumban. Tehát nem szeretnénk elengedni a kezüket azoknak sem, akiknek mondjuk nem ez a típusú ösztöndíj a legmegfelelőbb, hanem szeretnénk nekik lehetőséget biztosítani arra, hogy felfedezzék azt az egyébként rengeteg más lehetőséget, hogy mi az, amivel viszont tudnának élni. A Nemzeti Tehetségprogram honlapján az összes támogatási lehetőséget megtalálják, ám az idei stipendium támogatással kapcsolatban Rász Zsófia elmondta, hogy június 1-től 14-ig lehet beadni a pályázatokat a külföldi felvételik vagy tanulmányok támogatására, és várhatóan július 9-én egy táborozást követően kerül sor az eredményhirdetésre.